Következő kísérletünk a kálium és a víz reakciója. Ehhez szükségünk van egy fűzőpohára, óraüvegre, fenolftaleinnel színezett desztillált vízre, illetve a káliumra, csipeszre és egy szikére. A kálium égési sérüléseket okoz, tehát óvatosan kell vele dolgozni. És először veszünk ki egy kevéske káliumot. Levágunk belőle egy kis darabot. Szépen látszik, hogy a káliumvágási felülete ezüst színű. Maradékot visszatesszük a petróleumba. A nátriumhoz hasonlóan a kérgétől megtisztítjuk, mert hogy vízzel érintkezve kisebb-nagyobb robbanást okozhat. Miután a kérgétől megtisztítottuk, belehelyezzük a fenolftaleines desztillált vízünkbe. Azt tapasztalhatjuk, hogy a kálium ég, ide-oda rohangálva mozgott a víznek a felszínén, illetve a fenolftaleines vízünk élénk rózsaszínné változott, vagyis a kálium reagált a vízzel, egy lúgos kémhatású anyag keletkezett.